Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a Gaia elméletről fogok beszélni, illetve James Lovelockról, aki ennek az elméletnek a szülőatya, valamint a környezetvédelem, illetve a környezetvédelemség vallásról, hogyan is alakul ez jelen pillanatban, ennek a gyökerei. Mielőtt nekikezdünk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Minden eleme egy vallásnak megtalálható a jelenlegi környezetvédelmi törekvéseink mögött. A delfinek, a víz alatt nagyon jó emberek. A kereszténység volt az az erő, amely visszafogta a pogányságot abban, hogy az egész világot meghódítsa. Láthatjuk ezt abban, ahogyan a kereszténység mára hanyatlásnak indult, egyre inkább erőre kapnak és felemelkednek ezek az egyszerű elméletek, babonák, különböző hiedelmek, és végső soron a tudomány az, ami vezérli már ezt az új vallást. És ha mi megmondjuk, mi a valóság, mindenki elfogadja, ugye? Mert a pszichiátria az új vallás. Mi döntjük el, mi jó, mi rossz? Mi döntjük el, ki őrült, ki nem? Fenntartható fejlődési célokról szóló csúcstalálkozón a világvezetői meghirdették a cselekvés évtizedét és a fenntartható fejlődés előmozdítását, valamint vállalták, hogy a célok 2030-ig történő elérése érdekében pénzügyi forrásokat mozgósítanak, előmozdítják a nemzeti végrehajtási terveket, megerősítik az intézményeket, mindezt úgy, hogy senkit nem hagynak magára. Tudod, mi az, hogy őrült? Amit a többség annak tart. Igen. Ha. 17 darab ilyen fenntartható fejlődés célkitűzése van az Egyesült Nemzeteknek, és 193 ország által egyhangulag elfogadott mindez. Az emberek föl se fogják, hogy vannak édes delfinek, tehát vannak a normális delfinek, ahogy csak a tengerparton van. Ezek mindegyike közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a természethez, a környezethez és annak a védelméhez. Hosszú évtizedek óta programoznak minket és készítenek elő arra, ami most megtörténik a mindennapjainkban. You simply fail to understand that the needs of the many outweigh the needs of the few. Különösen a fiatalabb generációk azok, akik már úgy tűnik, hogy menthetetlenek, hiszen nincsenek kapcsolatban a természettel, mégis meg akarják védeni azt. És én nem a környezetvédelem ellen próbálok beszélni. Egy sötét erő az, ami a háttérből mozgatja a szálakat, és semmi nem az, aminek látszik. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! De nézzük James Lovelock, aki a Gaia elméletnek az atya. Ha esetleg nem lenne világos, hogy ő is része ennek a nagy agymosásnak, a HVG 2022-ben James Lovelock halála alkalmával azt írta, hogy elment a tudós, aki felvetette a járvány talán a föld kísérlete, hogy megvédje magát az embertől. Az emberi faj egy betegség, a bolygó rákosodása, az ember egy ragály. Az ember a biodiverzitás pusztításával és a fosszilis energiahordozók felhasználásával okozott klímaváltozása öngyilkos módon mindent elkövet azért, hogy tönkretegye a földet, azaz Gáját. Így aztán elképzelhető a koronavírus járvány, a föld kísérlete arra, hogy megvédje magát az embertől. A bolygó rákosodása, az ember egy ragály. Gaia elmélet röviden, úgy gondolta Lovelock, hogy a föld összes élő és élettelen része egy mega organizmust alkot, amelyet azok önszabályzó együttműködése tart egyensúlyban. Ez így van kitalálva, hogy szaktekintélyeket gyártanak nekünk, akiket aztán elfogadunk. Mindenki hallhatja, hogy James Lovelock ugyanolyan eugenika jellegű elméleteket terjeszt, mint Bill Gates, vagy az összes többi, aki szeretné a népességet csökkenteni, illetve mindent elkövet azért, hogy az emberiséget kiírtsa. Attól függetlenül, hogy hogy néz ki, hogy az elmélet milyen köntösbe van bújtatva, még mindig arról van szó, amit egyértelműsíteni fogja majd ebben az interjúban, hogy csökkentenünk kell az emberiség létszámát, mert az emberiség egy kórság a Földön. And the profound problem is that there are too many people living on planet Earth.
Would you say that you actually welcome the idea that over the next 100 years, the world's population, by one means or another, will be cut dramatically? Örömmel fogadja-e azt a tényt, hogy a világ népességének a száma drasztikus módon le fog csökkenni az elkövetkező évtizedekben? It is a big idea. A new world order. I'm afraid so. I think like the word likely I would use is... But my question is, do you welcome it? Oh no, of course I don't welcome it. Because we currently have a population, what, of about 6.5, getting on to 6.5 billion people on the planet. A bit more than that already. I think it's about 6.8. Is it? Yeah. Well, and I know the projections are that it's going to go up to 9 billion by the sort of halfway point in the 21st century. So what do you think is a viable figure that Gaia, that the planet can sustain? I would guess, living the way we do, not more than 1 billion, probably. Hogy ahogyan most élünk, körülbelül 1 milliárd embert képes eltartani a bolygó, de még valószínűleg annál kevesebbet. 1 milliárd, mi most vagyunk 7 milliárda, meg 8 milliárda. Mi lesz akkor a többi emberrel? Vagy velünk, vagy azzal, aki nem éli túl ezt a nagy tisztogatást? Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo a útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo a útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.